Közel 50 év után hozták működésbe az osztrák államvasutak számára 1917-ben gyártott gőzmozdonyt a Kassához közeli Enyickén. Ezt a 106 éves mozdonyt teljesen felújítottuk, és egyelőre itt várokozik, mondja Peter Pajtás, a gőzmozdony restaurátora. A mozdony vezetőként dolgozó szakember szenvedélye a történelmi járművek felújítása. Ezen a mozdonyon 20 évig dolgozott. 2003-ban Rutkáról szállítottuk ide, nagyon rossz állapotban volt, mindent fel kellett rajta újítani. A gőzgépezetet, a hengert, a benne mozgó dugattyúval, a bádogozást, a szerkocsit, mindent meg kellett javítani. Tehát 20 évig tartott, sok időt és munkát igényelt. A gőzmozdony hossza a tüzelőanyagot és vizet szállító szerkocsival együtt 18 méter, és megrakva 130 tonna a súlya, mondja a restaurátor. Szlovákiában jelenleg ez a legidősebb, működőképes, középméretű gőzmozdony, amit a jövőben elsősorban kiránduló nosztalgia utakon, ünnepségeken vesznek majd igénybe. Nálam marzsán volt, tehát be kellett állítani a keréknyomást a sínre, tehát ne legyen egyik oldal jobban megdöntve a súly, mint a másik oldal. Azt én állítottam ki a papírokat. Vannak dolgok, amit nekik le kellett újból önteni, legyártatni, kazánt elvitték Csehországból, ott mit csinál a röntgen, tehát hogy lehet-e befűteni, lehet-e működőképes. Tehát ott megjött az, hogy a fal még elég vastag, tehát lehet belefűteni, és akkor működik. És a fűtés az meg szénnel, megpakolja, és akkor az átvált lőzre a vizet, és működik. A hétvégén történelmi mozdonyokat és kocsikat, köztük a 106 éves, most felújított gőzmozdonyt is láthatták az érdeklődők a kassai mozdonyparádén. Én mozdonyfüggő vagyok, imádom. Nem tudom elmagyarázni, nekem minden tetszik valójában benne. Az egész technika, hogy működik, ezeknek lelkük van, ezeknek a gőzöseknek. És ez a mágiájuk szerintem. A gőzmozdony évtizedekig személy- és tehervagon szerelvényeket húzott, 1977-ben állították le. Restaurálása több mint 100 ezer euróba került. A Szlovák Vasúti Múzeum tulajdonában lévő gőzmozdony felfűtése legalább 6 órát vesz igénybe. A felújítási munkálatokhoz és az első beindításhoz szénadományukkal a Kassai Történelmi Gyermekvasút önkéntesei is hozzájárultak. Örülünk, mert a Mi Megmentő Mozgalmunk azt szeretné, hogy az értékes történelmi vasúti emlékekből a lehető legtöbb maradjon meg a következő generációk számára. Ezek közül a legattraktívabbak a gőzmozdonyok. Úgy, ahogy nekünk segítettek megjavítani a mozdonyainkat, mi ugyanúgy igyekeztünk támogatni őket, például ezzel a szénadománnyal is, hogy ez a jármű is újra közlekedhessen a síneken, mondja a történelmi gyermekvasút igazgatója. Európa legöregebb működő gőzmozdonya pedig itt a kassai Csermelyvölgyben található, és az erdélyi kisvasúton utazókat szállítja. A 4 kilométeres szakaszon már közlekednek a vonatok, megkezdődött ugyanis a szezon a történelmi gyermekvasútnál.